Nagyon sokszor kapok olyan kérdést, amikor valaki konkrétan e-mailben, vagy akár a hozzászólásban is leír egy tünet együttest, ami neki van. És akkor megkérdezi, hogy erre jó-e a Ganoderma, vagy bármelyik másik gyógygomba. Ez fontos, és ezt általában el szoktam mondani, el szoktam visszaírni, hogy a ganoterápia úgy működik, hogy mi nem avatkozunk bele a testnek a folyamataiba, mi hiszünk abban és azt tapasztaljuk, hogy az immunrendszer, ami eredetileg azért van kitalálva, hogy mindenféle problémát megoldjon a szervezetben és helyre tegyen, az immunrendszer helyre tudja tenni azokat a tüneteket is, amiket ti leírtok. Csak az immunrendszer túl van terhelve, mert egyszerűen olyan ételeket fogyasztunk, amik nagyon megterhelik az immunrendszert, tehát olyan anyagok vannak benne, amik mérgek, amiket közömbösíteni kell. Szennyezett a levegő, szennyezett a víz, nem tudom, tudtál-e például, a vizeket nem szűrik hormonra sehol, tehát az, amit te megiszol víz, abban olyan hormonok lehetnek, amit más emberek elfogyasztottak, aztán kipisiltek, belekerült a talajvízbe, onnan belekerült aztán az ivóvízbe, ezt nem szűri ki belőle senki. Tehát ezt mind az immunrendszernek kell kiszűrni, meg közömbösíteni, és egyszerűen túl van terhelve. Tehát a ganoterápia azt csinálja, hogy az immunrendszer tehermentesíti. Megpróbálja segíteni a munkáját, és aztán az immunrendszer helyre teszi, amit helyre kell tenni, és az immunrendszernek tök mindegy, hogy neked Yamamoto problémád van, vagy Crohn-beteg vagy, vagy teljesen mindegy, hogy mi a problémád, mert az immunrendszer mindegyiket tudja kezelni, mindegyiket rendbe tudja tenni. Sőt, a Ganoderma, ez is a hétvégi törökországi szemináriumnak az új információja, hogy képes gén problémákat is helyrehozni. Ez döbbenetes, de ez a tapasztalat. Tehát igazából nem kell tudni azt, hogy mi az a probléma, ami neked van. Nyilván vannak bizonyos problémákra jobban ható gyógygombák. Nem is biztos, hogy a Ganoderma az, amelyik a legjobban hat például egy emésztési problémára. Pláne az ilyen degeneratív betegségekre, mint a szklerózis, vagy a demencia, vagy az Alzheimer, vagy a Parkinson. Ezekre sokkal jobban hat a süngomba, vagy más néven oroszlán söréngomba, mint a Ganoderma. Tehát ha megírod, hogy konkrétan mi a panasz, akkor tudok neked segíteni abban, hogy ez a termék jobban szokott hatni, de igazából úgyis az immunrendszeret fog meggyógyítani. Csak segíteni kell a munkáját.